Szavasz! Szavaka! Jajjé! Jó! Sárba! Várjál! Figyelj, rendbe kell hozni a dolgokat. Aha, igen. Vészforgatókönyvek kellene. Hát figyelj, az van, hogy Gyurcsány óta nem volt semmi ennyire elkurva. Magá. Hát a lezárások miatt már nagyjából mindenki utál minket. Nem csak a vendéglátósok, meg a csepűrágok, hanem kurvára mindenki. Érted? És azon a Kossuth díjak nem sokat segítenek. Ja, az SFS balhé se jött jókor. Hát, figyelj, hiába találtunk, én azt gondolom, egy madarat, aki majd elviszi a balhét. A fiatalok hiányát, az kurvára meg fogjuk érezni előre. És nyugodt lehet benne az egészségügyben is. Minket kapcsolnának le először a lélegeztetőgépről. Arra mérget lehetsz, bazd meg. Okay. Na, szóval találni kell egy bűnbakot. Nem. Nem, én a kósára gondoltam. Na, annak már úgyis sárga csengő-csengő-csengeri csikora nyakán. Megpróbálta. Ja, megpróbálta, eltűsorban. De, sikerült? Na, figyelje. Azt kell mondani. Azért javasolta az éjszakai kijárási tilalmat, mert Kínában pont akkor van nappal, amikor nálunk éjszaka, a vírus meg onnan jön. Mi értelme? Ez, hogy mi értelme? Semmi értelme, bazd meg. Nem kell, hogy értelme legyen. Aki az MTV egyet nézi, annak nem kell, hogy értelme legyen. Bárminek is. Mindent nevesznek. Csak hazudjatok. Hogy szoktatok. Ilyen... Figyelj, aki gondolkodik, érted? Az majd megosztja a Facebookon. És akkor mi van? Látja majd az összes többi, aki szintén megosztotta. Körbezárva. Igen. Figyelj, mert te be vagy oltva egyébként? Maradt oltás, mert a tömeges oltás is el lett kurva. Azért. Igen, be kéne oltatni magad. Bezaj. Milyen? Kínai. Jaj, hagyjál már, nem fog bajusz nőni a seggedre. Kurvára oltassad be magad, jó? Igen. Na figyeljél, a kaszinókkal még nem tudom, hogy mi lesz. Hát, gondolkodtam rajta, hogy esetleg be lehetne vinni őket a templomokba. Figyelj, van akinek ez a lelki megnyugvás. Ennyi. Most ez mindegy. Figyelj, kurvára kell a pénz. Érted? Nagyon kell most a pénz. Nagyon nagy szükség van. Meg még az jutott az eszembe, csak mondom, jó? Hogy az új SFS színész osztályokban alá kell iratni, hogy át lehet őket vezényelni kórházakba, hogy eljátsszák az orvost. És akkor ezzel átmenetileg így hát lehetne enyhíteni az orvos hiányon. Nyugodjál te meg, a szarka majd katonás rendet vág. Igen, aki nem írja alá, az repül. Nagyon össze kell szednünk magunkat, ha jövőre veszítünk. Akkor mindent elveszítünk. A házadat, a jachtodat, még a Seychelles-szigeteki bankszámlád is kurva nagy bajba kerülhet. Igen. Bele kell húzni. Igen. Egyébként ez a március 15-ös zászlós húzás, hallod, az kurva jó volt. Aha. Ne hagyjátok pihenni a karácsony, jó? Ja. Ugye az jutott eszembe,
hogy április 5-én mondhatnátok azt, hogy 4-én kint voltak a szovjet zászlók. Megáll a sarló kalapácsosok. Mi az, hogy ezzel nem akarsz viccelni, bazd meg? Ne nosztalgiázzál már itt nekem! Na, szedjétek össze magatokat. Majd még hívlak, jó? Szevasz! Szevasz!